Öltözön jelentem a szakasz az őrséget teljesíti az én személy kivételével, parancsos szerinti rohám öltözékben együtt el! A járványrédó rendkívüli állapotot jelent, ami pedig azt jelenti, hogy az édes anyánkba is belelövünk, az nem teljesíti a szabályokat, érte? Parancsol a főadagyúr! És mik a szabályok? Egy, a körödet senki engedély nélkül el nem hagyja. Latinára csak szanitéz kíséretében és gázálaszban. Aki magányosan kódorog, belőj! Kettő, mivel a gázálasz csupán csak gázellenvéd, az őrség a szanitézek számára rendszeresített Y-védőruhában teljesíti a szolgálatot. A fertőzés felismerhető első fokon a tüsszentésről, második fokon az ugató köhögésről. Kérdés van? Jelentem már! Mi lesz, ha mi is megbetegszünk? A csendőr vállalatú személyén is az a betegség, amit legyűrré! Mire elkövet az ajt? Ki tüsszögött? Ott tüsszögnek? Na! Főadagy úr! Mi van? Amitől féltem, bekövetkezett, nézze meg, ott tüsszögnek! Ott is tüsszögnek! Ott is! Mindenütt tüsszögnek! Azonnal váltson le őket! Kivel az őrségen tört ki a járvány, azt akarja, hogy megfertőzzék egymást! Azonnal fürdőbe, mindenki fürdőbe, finn fürdő, fertőtlenít és őrség, szanitézek, zentai külültmény, utálok az egész tábor! Finn fürdő? Finn! Forró gőz, hideg víz. Igen, maga lesz az első, aki fürdik. Igen. Utána átveszi a parancsnokságot és ellenőrzi a teljes fertőtlenítést. Megyek a fürdőbe.